Éppen a Pécsi Nemzeti Színház új előadását próbálják a színészek. Az Elveszett Csontváry című darab október 5-től szerepel a teátrum műsorán. Festőnek, azt nem mondom meg, hogy mi volt köztünk a szóbeli megállapodás, mert arra még nincs szükség. 1884-ben megéletés céljából gyógyszertáros lettem, aztán 10 év múlva bérbe adtam a Gácsi patikát, és a 60 forint havi jövedelemmel beutaztam a világot. Itt már a múzeumban vannak a színmű alkotói szereplői. Csontváry képeit nézik meg. Itt kérdeztük a direktortól, hogyan született a darab. Csontváry 100. évfordulója van, pontosabban halálának 100. évfordulója. Hát mi azért egy nemzeti színházként való pécsiként éreztük, hogy itt nekünk valamit kezdenünk kell, de egy színdarabot csak akkor van értelme bemutatni, illetve azért van értelme íratni egy színdarabot, hogyha ez megállja a helyét, és nem csak egy múzeumi tárgyá válik. Úgyhogy én Pocolai Béla, filmrendező barátomat megkérdeztem, illetve pontosan először megkérdeztem, hogy szerint ebből lehet-e valamit kihozni. Természetesen először a Csontváry filmre gondoltam, hogy annak egy színpadi adaptációját. Például mondta, hogy szerinte ez reménytelen, de ő bevonva Kovács Krisztát, a darabnak az íróját, gondolkodtak rajta több hónapot, ez még egy évvel ezelőtt volt, hogy egyáltalán ebből valamit ki lehet-e hozni. És szerintem egy szenzációs, szellemes párhuzamot húztak ugye a ma és a 100 évvel ezelőtti időszak között. És ez önmagában nem csak egy Csontváry életrajzi dráma, természetesen nagyon sok fontos dokumentum, fontos információ elhangzik, de ez mindez egy krimibe ágyazva. Egy festménynek a története, egy elveszett festménynek, vagy elveszett hitfestménynek a története, azon belül, hogy 100 év alatt ezek a festmények, különösen Csontváry festményeinek az értéke mennyit emelkedett, ennek micsoda piaci ára van, és tulajdonképpen ezekre hálózatok épülnek. Én magam egy galériást játszom benne, aki fölfedezni véli egy fiatal srác kezében lévő értéktelennek hitfestményben a lehetőséget, és ugye ebbe az üzleti szellembe egyből erre a történetre lecsapni, úgyhogy e körül bonyolódnak ugye a szálak, és ennek van egy nagyon komoly, izgalmas krimi jellege, de nagyon sok igazi, autentikus élményanyag is megjelenik benne Csontváryban. Pont ez jelenik meg benne, hogy valaki sanyarú sorsú, szinte elfogyott az éhezéstől, meg az ő, tehát teljesen nem volt elismert valaki, és hogy pont ez, hogy 100 évvel később, amikor ő már nincs, és ez egy párhuzamba két idősík mozog, hogy egyik pillanatban látjuk még Csontváryt, a következő pillanatban már azt látjuk, hogy egy Csontváry festményről, mint egy 200-250 milliós értékről beszélgetünk, valahol ez önmagában megmutatja ezt a hihetetlen dialektikus történetet, ami ez rejt ez a színdarab. Kovács Krisztina írta a darabot. Amikor megkaptuk ezt a felkérést, akkor tulajdonképpen meg is rettentem a feladat nagyságától, és arra gondoltam, hogy Csontváry személyisége annyira sokrétű és titokzatos, hogy az, hogy ő van egy színdarabnak a középpontjában, az tulajdonképpen egy ilyen szerzői öngyilkosság lenne, hogy csak ő róla írni, vagy az ő személyiségéről írni egy darabot, nagyon nehéz feladat. Úgyhogy inkább azt néztem, hogy kicsit olyan kontextusba helyezni, hogy mégiscsak nekünk a mából mi közünk lehet, vagy hogyan kapcsolódhatunk Csontváryhoz, vagy az ő különös életéhez. És nem csak az életéhez, hanem a műveinek a különös sorsához, mert hogy az elég köztudott, hogy az életműnek hihetetlen hányattatott sorsa volt, többször majdnem elveszett, aztán előkerültek dolgok, és hogy így mindig, még a mai napig is lappanganak, keringenek festmények, amikről van olyan, amiről tudunk, hogy valahol megvan, de nem tudjuk, hogy hol, van olyan, amiről nem is tudjuk, csak sejtjük, hogy itt még lehetnek festmények. És igazából egy ilyen történetből indultam ki, hogy egy mai történet, amiben egy műkincsvadász neki áll keresni Csontváry festményt, hogy utána jár nyomoknak, és hogy talál egy képet, egy elveszett Csontváry festményt. És tulajdonképpen ez a mai történet, és természetesen a múltban megjelenik, van egy szál, ami Csontváry életének utolsó éveit idézi fel, és a harmadik és talán legerősebb, vagy legfontosabb szál, az pedig a halála utáni pillanat, amikor a család ott volt teljesen tanástalanul, hogy mit kezdjen ezzel a hagyatékkal.
és nem tudva, hogy ez milyen értéket képvisel, vagy képviselhet, tulajdonképpen majdnem elkótya vetje érték ezt az életművet. És az, hogy ma itt Pécset itt vannak ezek a festmények, az Gerlóczy Gedeonnak köszönhető, aki felvásárolta az életműnek egy jelentős részét, és igazából ez a szál az, hogy ő hogyan keveredett a műterembe, és hogyan vásárolta meg ezeket a festményeket, ez megjelenik a darabban, tehát hogy egy fontos szereplő Gerlóczy Gedeon. Igen, hát sokan ismerik Pécset azt a legendát, hogy Gerlóczy felment, mert hogy éppen a sátornak árulták, sátorponyvának árulták a képeket, felment, hogy hát nézzük, valami festő halt meg itt, mi maradt utána, belerúgott az egyik vászonba is, hogy így kigurult, magányos szélvűs ott volt előtt is. Ez erre hajazol egy picit, vagy ez valahogy megjelenik? Konkrétan az a történet megjelenik, ahogy Gerlóczy oda keveredik a műterembe. Igazsághoz az azért hozzátartozik, hogy amennyi legenda és mítosz körbelengi Csontváry életét, annyi egy kicsit körbelengi Gerlóczyét is. A mítosz teremtésben ő maga is részt vett. Ő megírta ennek a különös rátalálásnak a történetét. És igazából ezt alapul véve, meg egy-két visszaemlékezést és feljegyzést alapul véve megjelenik ez a pillanat. És azért is, mert azt hiszem, hogy ez hihetetlen drámai, hogy egy 21-nehány éves fiatalember tulajdonképpen úgy dönt, hogy az összes vagyonát és örökségét azt elkölti valamire, amiről nem tudja, hogy mit ér pontosan. És azt se tudja, hogy milyen terhet vesz a nyakába ezzel, mert hogy tulajdonképpen Gerlóczynak az életét innentől kezdve meghatározzák ezek a festmények, az a 42 mű, amit megvásárolt, és még azon felül, amit aztán az évek során hozzávásárolt, és hogy tulajdonképpen az a megszállottság, ami Csontváryban benne volt így a festészetben, az alkotás során, az a megszállottság az benne volt, átöröklődött Gerlóczyba, ahogy ő próbálta ezt az életművet megmenteni és megőrizni. És hogyha lehet ilyet mondani, hogy mi az, ami a darabban így ilyen fő motivum, akkor pont ez a megszállottság vagy kötődés dolgokhoz, és ezt így nagyon, szóval hogy ez volt az egyik legizgalmasabb, amit így meg akartunk mutatni. Én remélem, hogy követhető lesz a három idősik, ami a színdarabban megjelenik, tehát hogy a jelenkor az elég tiszta, vagy a jelen idő, amiből visszaugrálunk a múltba, és na, abban bízom, hogy ezt így a nézők össze fogják tudni rakni, a végén a mozaik összeáll, hogy minden, ami ezt összeköti, az Csontváryának a személyisége, az ő élete is, egy festménynek a története, és ez a festmény, ennek a sorsát látjuk így különböző idős pillanatokban. És még visszatérve arra, hogy így ez a krimiszerűség, hogy igazából ez nem véletlen, mert hogy így tényleg annyira izgalmas, fordulatos történetek vannak egy-egy képről, hogy hogyan kerültek elő, hogyan kerültek gyűjtőknek a látószögébe, hogy azt éreztem, hogy tulajdonképpen adja magát az egész nyomozás és krimire fűzzük fel ezt a színdarabot, vagy ezt a történetet, hogy tényleg vannak, tehát lehet tudni pontosan néhány festményről, hogy hogyan kerültek elő az elmúlt 10-15 évben, és ezekből a történetekből szedtem össze szálakat, és ezek tulajdonképpen minden, ami a darabban megjelenik, az olyan, mintha meg is történhetett volna, mert egyébként meg is történt, csak másik festményekkel, de az egész így össze van egy kicsit gyúrva, és a sok-sok motivum az egy történetté van összeszedve, és ez egy nem létező kép természetesen, de létezhetne is minden olyan, tehát hogy olyan a fikció, mint hogy a valóság lenne. Az Elveszett Csontváry című darab október 5-i ősbemutatója után többször kerül előadásra a Pécsi Nemzeti Színházban.